A nyílt nap célja, hogy a gyermekek szeptemberben már egy számukra ismerős környezetben kezdjék meg a tanévet. A gyerekek tele vannak kíváncsisággal, érdekli őket, mi várja őket itt. Ez játékos foglalkozás, ahol megismernek engem, a jövendőbeli tanítónéniüket, a napközis tanítónénit, a tantermüket, a szertanárnőjüket, angoltanárnőjüket, tehát mindazokat, akikkel szeptemberben érintkezni fognak. Ma ilyen nyuszi készítő foglalkozás lesz, egy mesét mondunk el a rókáról és a nyusziról, utána a gyerekek feladatokat kapnak, hogy megtalálják a nyuszi részeit, és utána egy lapon összeállítjuk a nyuszit, és ezt hazaviszik emlékként. A napköziben a gyerekek elvégzik a házi feladatokat, valamint nagyon sok időt fordítunk arra, hogy a tananyagot is gyakoroljuk velük. A következő tanévtől erőszakmentes, együttműködő, kommunikációs foglalkozásokat is bevezetünk a napközibe. A tanítónő elmondása szerint még tavaly előtt 19 magyar elsős kezdte meg a tanévet, addig ez a létszáma a tavalyi és az idei évben a felére csökkent, ugyanis 9 gyermek vett részt a nyílt napon. Mit vársz az iskolában, mit szeretnél majd itt csinálni? Sok barátot szerezni, meg megtanulni, olvasni, megírni. Szeretsz játszani, vagy rajzolni? Szeretek rajzolni, játszani, meg mindent csinálni. És miért várod az iskolát? Azért, hogy legyen több házi. Amíg a diákok foglalkozáson vettek részt, addig az iskola pszichológusa a szülőkkel beszélgetett az intézmény elvárásairól és a beiratkozás menetéről.